összetett a hosszú-hosszú szünet, hát legalábbis ami ezeket a katekéziseket illeti, és hát a múltkor még a egy Istennek ugye a tulajdonságait vettük végig, az ő akaratát, az ő tudását, és még csupa olyan dologról volt szó, ami többé-kevésbé azért az emberi értelem segítségével is kikövetkeztethető. Hogyha van egy olyan lény, akit mi Istennek nevezünk, aki ugye a legnagyobb, ami gondolható, minden tökéletességnek a teljessége, akkor annak ugye a logika szerint milyen tulajdonságai kell, hogy legyenek. De amiről most szó lesz, ez semmiféle emberi logika nem tudja kikövetkeztetni, ugyanis a Szent Háromságról mi csak kizárólag a kinyilatkoztatásból tudunk. Tehát senki se gondolta volna ezt Istenről, hogyha Isten maga nem tárja fel előttünk, nem mutatkozik be úgy, mint Atya, Fiú, Szentlélek, három személyű egy Isten. Az Ószövetségben is azért, tehát vannak különböző utalások, ugye. Hát az egyházatják például azt, amikor a teremtéskor az Isten többes számban mondja, hogy teremtsünk embert, ugye, képmásunkra. Például abban is egy ilyen rejtett utalást látnak arra, hogy a Szent Háromság személyei egymás között mondják ezt. Vagy például, amikor az Isten, örök isteni bölcsességről beszél az Ószövetségben a bölcsesség irodalom, amely öröktől fogva Isten színe előtt van, és amely által minden teremtetett, akkor ez egyfajta utalás lehet az örök igére, a második isteni személyre. Vagy ugyanúgy, amikor a lélekről, az Úr lelkéről beszél az Ószövetség, akkor is, hát ez egy egyértelmű utalás a Szentlélekre, csak hogy az Ószövetségben ezeket nem külön személyenként tekintették, tehát senkinek se jutott volna eszébe, hogy egy Szent Háromságról beszéljen az Ószövetségben, hanem ezeket ilyen különböző isteni, megszemélyesített tulajdonságoknak tartották valójában. Tehát ez csak később keresztény elmével, keresztény gondolkodással lehet ebből kihallani ugye az utalást a Szent Háromság személyeire. De valójában a Szent Háromság kinyilatkoztatása az Jézus Krisztusra vár, ő az, aki egyértelműen elmondta nekünk, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen az Isten belülről, de az, hogy ez pontosan, szabatosan, emberi tudományossággal is, ha lehet, megfogalmazódjék, ehhez évszázadokat kellett várni. Az első három évszázada az egyház történetének az abban telt, amellett ugye, hogy hát meg kellett küzdeni az üldöző hatalmakkal, hogy belülről tisztázzák, hogy akkor hogy is értjük azt, hogy mi valljuk, Istennek valljuk az Atyát, Istennek valljuk Jézus Krisztust, és a Szent Lelket is Istennek valljuk, de ettől mi még mindig nem válunk több Isten hívővé, hanem továbbra is az Ószövetségnek megfelelően egy Isten hívők vagyunk. Tehát ezt nagyon nehezen lehetett, ugye, és most se lehet emberileg teljesen megmagyarázni, ugye ezért mondjuk, hogy ez egy misztérium, ez egy titok. Na nem azért titok, mert ugye tilos róla beszélni, egyáltalán nem tilos, sőt, hát a teológia másról se beszél, csak erről. Azért titok, mert akármennyit is beszélünk, gondolkodunk róla, akármennyire is próbáljuk kifürkészni, okosan megfogalmazni, nem sikerül ezt a titkot kimeríteni. Tehát bármennyire is mélyen behatol valaki a Szentháromság titkába, még mindig csak a dadogás és a sejtés szintjén maradunk. Tehát ez sokszorosan felülmúlja azt, amit mi el tudunk képzelni, és mégis az Úr Jézus fontosnak tartotta, hogy erről minket felvilágosítson, azért, mert ennek a titoknak nagyon-nagyon sok köze van a keresztény ember mindennapjaihoz. Ugye az Úristen, mint egy jó művész, ugye az ő alkotásaiba ott hagyta az ő kezenyomát, az ő képmását, belevéste a teremtményeibe, és ezért saját magunkat, és az emberi közösséget sem értjük igazán,
hogyha nem tudunk a Szent Háromságról, és hogyha nem tartjuk szem előtt a Szent Háromságnak az örök modelljét. Mert a Szent Háromságnak a lenyomatai, azok mindenütt megtalálhatók, bennünk is körülöttünk. Na, egy ilyen rövid bevezető után, hát nézzük, hogy milyen dogmákat fogalmazott meg az egyház a első századok zsinatain a Szent Háromsággal kapcsolatban. Hát ugye, azt már említettem, amikor az egyház történelemről beszéltünk, hogy ugye a dogmákat általában az egyház nem jó kedvébe fogalmazza meg, hanem csak akkor, amikor valami nagyon komoly válság van. Valami eretnekség megtámadja az igaz hitet, megzavarja a híveket, és akkor ugye tisztázni kell, hogy hogy is van ez a dolog, mit is van erről az egyház, és ilyenkor ugye a zsinatok igénybe veszik azt a tévedhetetlenséget, amit a Szentlélek ígért az egyháznak, és hát a pápa vezetésével végül is a tévedhetetlenség karizmájával megválaszolják az égető kérdéseket, és ebből születnek ezek a mindenkire kötelező, örök érvényű, dogmatikus tanítások. Én most nem ismételném azt, amit annak idején ugye egyház történelemből vettünk, hogy milyen eretnekségek voltak ezek, hanem csak esetleg úgy járulékosan megemlítem egy-egy dogmánál, hogy ez miért született ez a dogma. Hát az első dogma az az isteni eredésekről beszél. Na most itt számos filozófiai fogalom van, ez az eredés az latinul processio. Vagy úgy is lehetne mondani, mert pontos, ugye egyértelmű magyar terminológia nincs, hogy ezek származások lehetnek. Tehát Istenben kettő belső származás vagy eredés van. Ez az első szentháromságos dogma. Ugye mit jelent a származás? Hogy egy dolog egy másik dologból veszi eredetét. Ugye személyeknél is, nem csak dolgoknál is így van. Én a szüleimből származok, tehát egy másik lényből veszem az eredetemet. Ez a származás. Na most a külső származás az azt jelenti, hogy a származás végterméke kívül áll azon a principiumon, azon a kiinduló ponton, amiből ered. Tehát ugye az egész világ, a teremtmények Istentől származnak, Istentől erednek, de a teremtett világ kívül áll az Istenem, tehát nem egy szinten van vele, nem az Istenség részese, hanem a teremtett világ az a teremtmények sorába tartozik. Ez egy külső származás. De van egy belső származás is, vagy eredés, tudnélik, hogy ugyanazon a természeten belül, tehát amikor egyik ember származik a másik emberből, egyik állat a másik állatból, egyik növény a másik növényből, tehát ez a belső származás, és ugyanúgy, amikor egy isteni személy egy másik isteni személytől származik, az egy isteni lények közlése által. Tehát az isteni természeten belül az egyik személy közli az isteni lényeget a másik személlyel, és ezáltal ugye, hát az egyik személy a másik szemétől ered, és mind a kettő az Istenségen belül marad. Most az Istenen belül kettő származás van, a fiú születik az atyától, és a Szentlélek származik az atyától és a fiútól. Tehát ez a két származás alapozza meg a három különböző személyt. A származásoknak vannak külső vetülete is, erről majd beszélünk, a küldetések. Tehát, hogy az atya küldi a fiút, és küldi a Szentlelket a világba, de ez ugye, ez a külső tevékenység, a külső misszió, a küldetés, ez a Szentháromság belső életében gyökerezik. No, tehát azt mondja, hogy a származások alanya, kiinduló pontja, azok mindig az isteni személyek, sohasem az isteni lények. Tehát nem az isteni lényekből születik a fiú, vagy a Szentlélek, hanem az atyától születik a fiú, és az atyától és a fiútól származik a Szentlélek. Tehát ugye csak a személy tud cselekedni, és csak a személyből tud egy másik személy származni.
A második dogma ezzel kapcsolatban, hogy a második isteni személy az első isteni személyből származik születés által, és ezért úgy viszonyul hozzá, mint fiú az atyához. Tehát ugye az első isteni személy szüli a második isteni személyt, és ezért ő az atya, a második isteni személy pedig a fiú. Tehát itt születésről van szó, nem teremtésről, tehát a fiú nem teremtetett, nem alkottatott, hanem született, mégpedig öröktől fogva. Ugye, hogy mondja a níceai hitvallás, az atyától született, az idő kezdete előtt. Tehát nem volt olyan időpont, amikor az atya létezett volna a fiú nélkül. Olyan nem volt, ez nem időben történik, ez öröktől fogva van, ez a folyamat, hogy az atya szüli a fiút. Na most, hogy a szülés szót azt hogy értsük, erről is majd szó lesz, nyilván nem biológiai értelemben. Hát a férfiak ugye nem szoktak szülni, és az atyák se szoktak szülni, legfeljebb egy gondolat születik ugye az atya, az atyából, tehát ez nem biológiai, nem fizikai szülés, hanem inkább szellemi nemzés és szellemi szülés. No, tehát öröktől fogva történő folyamat, mert olyan nem volt, olyan sohasem lehetett, hogy a Szent Háromság ne lett volna teljes Szent Háromság, hogy csak az Atya létezett volna, mert ha nincs fiú, akkor az Atya sincs, és fordítva, tehát a három személy öröktől fogva létezik, és örökké meg is marad. Tehát mind a három Isten, tehát mind a három örökké való. A harmadik dogma azt mondja, hogy a Szentlélek az Atyától és a fiútól származik, mint egyetlen elvből, egyetlen principiumtól, egyetlen lehelés által. Tehát ez is egy ilyen emberi képies beszéd, ugye, hogy az atya és a fiú együtt leheli a Szent Lelket, egyetlen lehelés által. Hát szóval, ugye ez az, ami nagyon nagy vitát jelent a keleti egyházzal kapcsolatban, mert ugye, hogy a níceai zsinat 325-ben úgy fogalmazott a hitvallásban, hogy hiszek a Szentlélekben, Úrunkban és éltetőnkben, aki az atyától származik. Csak az atyától, mert ugye a János evangéliumban is van egy ilyen utalás, hogy a Szentlélek, aki az atyától származik, ugye. Na most nyugaton viszont a 9. század óta elkezdték ugye hozzáfűzni Galliában ez, hogy filioque, qui ex patre filioque procedit, aki az atyától és a fiútól származik. Azért jött ez szokásba, mert egyrészt Galliában nagyon keményen küzdeni kellett az arianizmus ellen, akik ugye tagadták a fiú isteni mi voltát, és ezért ugye a fiút is hozzátették, hogy őtőle is származik a Szentlélek, tehát a fiú istenségét akarták ezáltal erősíteni. A másik ok pedig az volt, hogy a nyugati teológusok élükön Szent Ágostonnal nagyon szépen kifejtették ezt, hogy ugye a atya és a fiúban minden közös. Az atya mindent átadott a fiúnak, kivéve az atyaságát, és minden, ami az atyája, az a fiúé is. Tehát a Szentlélek is, és tulajdonképpen a Szentírás különböző helyein pontosan ott van, hogy Jézus is úgy beszél a lélekről, mint az ő lelkéről. Tehát nem csak az atya lelke, hanem a fiú lelke is. Szóval számos olyan hely van, amit Szent Ágoston fölsorol, ahol ugye úgy beszélnek a Szentlélekről, mint nem csak az atyának, hanem a fiúnak is a lelkéről, és hát ennek megfelelően a nyugati teológia hangsúlyozza azt, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik. Keleti teológia úgy mondja, hogy az atyától származik a fiú által, tehát ilyen alárendelt megfogalmazásba. Mi nyugatiak azt mondjuk, hogy a kettő végső soron ugyanazt jelenti. Tehát nem mondjuk a keletieket eretneknek azért, mert ő szerintük, mert az ő ugye formulájuk szerint a Szentlélek csak az atyától származik. Ma is vannak olyan görögkatolikus részegyházak, ahol ugye így mondják a hiszek egyet, hogy csak az atyától származik a Szentlélek.
Viszont ragaszkodunk ahhoz, hogy mi se vagyunk eretnekek, akkor, amikor hozzátesszük azt, hogy az atyától és a fiútól származik. Egyébként először 50-89-ben vette be a filioquét a harmadik toledói zsinat, és az egész egyház, nyugati egyház számára a második lioni zsinat 1274-ben megerősítette a filioquét, tehát hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik. És hát az is fontos, hogy Róma nagyon sokáig tiltakozott, és a német császárnak a unszolására vették be a római misébe egyáltalán a hiszek egy imádkozását a 11. században, és akkor ugye a filioquéval együtt, tehát a fiú kitétellel együtt vették át a hiszek egyet a római misében. A mai napig ez egy nagy komoly vita tárgya a kelet és a nyugati, a katolikus és az ortodox egyház között. No, aztán ugye, hogy ténylegesen hogyan történik ez a születés és ez a származás, a fiú az atya értelméből származik, születés által, tehát úgy, ahogy egy gondolat születik az ember elméjébe. Ezért hívjuk a fiút igének, vagy örök bölcsességnek. Tehát ugye ige, hogyha én valamit fölismerek, valami megfogalmazódik a fejembe, és ezt kimondom egy szóba, akkor ez egy ige. Tehát ugyanúgy az atya tökéletesen átlátja önmagát, ismeri önmagát, ezt az ismeretet kimondja egy igében, aki a második isteni személy, a fiú személye. Úgy is mondjuk, hogy a fiú az az örök bölcsesség. Tehát ugye megint csak az értelemre utal, az értelmi szülésre. És a fiú az atya tökéletes képmása, tehát az atya önismeretének a terméke. Tehát az atya teljes egészében ki tudja mondani önmagát, és ugye ez a kimondás, ez a második isteni személy, a fiú. No, hát ez ugye nagyon nehéz ilyet elképzelni, mert ugye mi emberek sohasem ilyen módon ismerjük önmagunkat, hogyha én teljesen megismerném magamat és kimondanám magamat, akkor itt teremne egy klón belőlem, még egy másik. Hát szóval ez lehetetlen, ugye, ezt már csak a fantáziánkat is fölülmúlja, de az Istennél ez így működik. Tehát így születik a fiú, az atyától öröktől fogva. Na, mi a születés Arisztotelész szerint? Ugye itt nagyon komolyan közre játszik az arisztotelészi filozófia, hiszen ugye a skolasztikus teológusok arra építenek. A szülés egy élő dolog eredése, egy élő principiumból, amelyhez a természet azonossága által kapcsolódik. Ugye egy asszony gyermeket szül, tehát egy élő dolog születik, egy élő principiumból, egy élő elvből, a természet azonossága által. Tehát mind az asszony, mind a gyermek ugyanazt a természetet hordozza, ugyanazt ahhoz az emberi természethez tartozik. Hát ez történik azért az atya és a fiú között is, tehát egy élő személy, az atya szül egy másik élő személyt, a fiút, és a természet azonos marad. Tehát mind a kettő ugyanabban az isteni természetben osztozkodik. No, a Szentlélek pedig hogyan származik? Nem születik, származik. Az atya és a fiú akaratából, vagyis az ő kölcsönös szeretetükből ered. Azt mondja Szent Ágoston, hogy a Szentlélek a szeretet köteléke, a vinculum caritatis az atya és a fiú között. Tehát az atya tökéletesen szereti a fiút, teljesen átadja magát a fiúnak a szeretetben, a fiú visszatükrözi ezt a szeretetet, és ez a kölcsönös szeretetük, ez a harmadik személy, a Szentlélek. És a szeretet az pedig az akaratból ered. Tehát az atya és a fiú közös akaratából származik a Szentlélek. Ugye azt mondja, Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által. Ugye mondja a Szentírás szava. Vagyis megint csak a Szentlélek mindig a szeretethez kapcsolódik. És a Szentlélekről úgy beszél a Szentírás, mint ajándékról. Tehát a Szentlélek az, aki az Isten ajándéka, és aki az ajándékok osztogatója, az ajándék pedig mindig a szeretetnek a külső jele.
És aztán ugye ez a lehelés, hogy az Atya és a Fiú egyetlen leheléssel leheli a Szent Lelket, a lehelés is megint csak nem az értelem, hanem az akarat gyümölcse. Ugye, ez a magyarban annyira nem jön ki, de sok nyelven, ugye, például valaki szeretetet lehel, mondjuk számos nyelven így mondják, vagy haragot lehel magából, stb. Tehát ez is így inkább az akarat és az érzelmi tevékenységhez kapcsolódik, nem az értelmi tevékenységhez. No, aztán a következő dogmák, azok az isteni vonatkozásokról beszélnek. Tehát eddig az isteni eredésekről, vagy származásokról volt szó, ki miből származik, most pedig a vonatkozásokról, vagyis relációkról. Reláció lesz. Mi az a vonatkozás? Az egyik dolog a másikra való irányulása. Ennek a vonatkozásnak van alanya, van célja, és van alapja, hogy mi alapján vonatkozik az egyik a másikra. Például ugye én idősebb vagyok, mint egy másik ember, tehát az egyik az alanynak a vonatkozása a célhoz, egy bizonyos ugye alap, egy bizonyos alapon, tehát mondjuk a kor kritériuma alapján például. Na most a vonatkozások lehetnek reálisak és logikailag, lehetnek kölcsönösek és egyoldalúak. Na most az Istenségen belül négy ilyen vonatkozás van. Az Atya és a Fiú közötti vonatkozás vagy viszonyulás az az atyaság. Tehát az Atya nemzi a Fiút, ő az atyaság viszonyában van a Fiúval. Következő viszony a Fiú és az Atya viszonya, tehát a Fiú az Atya felé a passzív nemzetség, vagyis a fiúságnak a viszonyában van. Tehát ugye nagyon egyszerű a dolog, még ha bonyolultan is van megfogalmazva, tehát az Atya a Fiúval ugye a atyaság viszonyában van, a Fiú az Atyával a fiúság, vagyis a nemzetség viszonyában van. Az Atya és a Fiú a Szentlélek felé az aktív lehelés viszonyában van, a Szentlélek pedig az Atya és a Fiú felé a passzív leheltség, mert ő az, akit lehelnek, az Atya és a Fiú, tehát a passzív leheltség viszonyában van. Ezek tehát reális viszonyulások, nem csupán logikai viszonyulások, tehát ez nem csak egy agytorna, hanem ezek valódi, reális viszonyulások, ezért a három személy valóságosan, reálisan különbözik, nem csak elméletben. Ugye volt egy ilyen eretnekség, erről beszéltünk az egyház történelemben, akik azt mondták, ugye, hogy valójában a három isteni személy azok csak maszkok, csak szerepek. Ugye, hogy ugyanaz az egy isteni személy, amikor megteremti a világot, akkor az Atya szerepébe bújik. Amikor megváltja a világot, akkor a Fiú maszkját veszi magára. És amikor pünköskor eljön, kiárad, akkor a Szentlélek szerepébe tetszeleg. Hát ugye ez lehet, hogy bizonyos dolgokat könnyebben megmagyaráz, de hamis, alapjában véve ez tiltott leegyszerűsítés, mert akkor ugye hogyan magyarázunk azt, hogy Jézus Krisztus egész éjszaka imádkozik az Atyához? Hát kihez beszél, önmagához? Szóval ez lehetetlen, ugye? Nem, tehát az Úr Jézus világosan megkülönböztette önmagát az Atyától, mint külön szemét. És a Szentlélekről is külön személyként beszélt, hogy a második vigasztaló, akit a nevemben küld majd az Atya, tehát nem azonos Jézus a Szentlélekkel, hanem az egy harmadik valaki. Tehát a három személy valóságosan különbözik egymástól. Na most ez a három viszony ugye relatíve ellentétben áll egymással, tehát van egy relatív szembenállás a Szent Háromságon belül, az atyaság, a fiúság és a leheltség. Különben nem is beszélnénk valóságos három szeméről, ha nem volna ez a relatív szembenállás. A viszonyulások azonosak az isteni lényeggel, bár virtuálisan különböznek. Na most ez megint egy filozófiai dolog, amit nem olyan könnyű ugye, hát egyszerűen elmagyarázni, pedig egyszerű a dolog. Tehát ami az Istenben van, az mind azonos Istennel. Ugye beszéltünk még a járvány előtt,
hogy Isten szeret? Nem, Isten nem szeret. Isten maga a szeretet. Isten létezik? Nem, Isten nem létezik. Isten maga a lét. Tehát, hogy jól kell érteni ezt, ugye. Tehát nem tagadjuk a dolgokat, hanem fokozzuk. Tehát Isten nem csak egyszerűen szeret, hogy ez egyik tulajdonsága, hogy szeret, hanem ez a lényege. A szeretet, tehát az Isten azonos a szeretet, ő maga a szeretet, ő maga a lét. Nem csak egy létező a sok közül, hanem ő maga a lét, mindennek a lét alapja. És ő maga a szeretet, minden szeretetnek a forrása és az alapja. Tehát ugyanúgy ezek a viszonyulások is nem csak úgy vannak az Istenen belül, hanem azonosak az isteni lényeggel. Tehát minden, ami Isten tulajdonsága, ami Istenen belül van, az Isten lényegi tulajdonsága, tehát azonos az Istennel. Na most jönnek az isteni személyek. Hát nézzük a személyeket. Mi is ez a személy? Először is a teológiában kétfajta fogalom van, amit tisztázni kell. Az egyik az egy görög szó, úgy hangzik, hogy hypostasis. Tehát a hypostasis az egy teljes, önálló, önmagában létező valami. Tehát ugye teljes, önálló, önmagában létező, közölhetetlen szubstancia. Tehát mi leginkább ugye olyan hypostázist ismerünk, amely személyes, értelmes, ez a persona. És ezt nevezzük személynek. Tehát a persona egy értelmes hypostázis. Ugye minden egyes személy teljes, önálló, önmagában létező és közölhetetlen. Tehát ugye pontosan ezért mondjuk minden egyes ember külön személynek, mert ugye önmagában is teljes, önálló, önmagában létezik, és közölhetetlen. Egyik személy se tudja a másiknak teljesen közölni önmagát, hanem ugye mindig marad valami, ami közölhetetlen, megoszthatatlan. Egy Boétius nevű filozófus ugye mondta, hogy a persona, a személy, az nem más, mint értelmes, természetű, önálló, különálló szubstancia, vagyis létező. Tehát önálló, különálló és értelmes létező. Tehát az isteni személyek is ilyenek. A hypostasis a természet hordozója, és a lét és a cselekvés végső alanya. Tehát ugye az a személy, az mindig ugye hordozza a természetet, tehát hogyha van egy személy, akkor tudjuk, hogy ez milyen természetű ez a személy. Isteni vagy emberi, vagy állati, vagy ugye az állatoknak nincs személyük, mert nem értelmesek, nem önállóak ilyen értelemben, de hogy isteni, angyali, vagy pedig emberi szeméről van szó. Tehát hogy Isten, ember vagy angyal, ez a természet. De a személy hordozza a természetet, és a személy cselekszik. Tehát sohasem az emberség cselekszik bennem, sohasem az Istenség cselekszik Jézusban, hanem mindig a személy az, aki cselekszik. A személy hoz döntéseket, a személyből indulnak ki a tettek. Az atyaság, a fiúság és a leheltség alkotják a három isteni személy. És ez a három viszonyulás közölhetetlen, ugye az atya mindent átad a fiúnak, kivéve az atyaságot. Tehát minden, ami az atya, az megvan a fiúnak is, kivéve az, hogy a fiú nem lehet atya. Ugye értjük ezt, világos, ugye, hogy ez az egy dolog, ami nem közölhető. Ugyanúgy a fiú mindent visszaad az atyának, kivéve azt, hogy ő a fiú, tehát a fiúsága. A születettsége, azaz, ami közölhetetlen. És ugyanúgy a Szentlélek is mindent megkap, ami az atya és a fiú, kivéve a leheltséget, hogy ő az atya és a fiú közös lelke, lehelete. No, szóval Istenben minden egy, minden közös, kivéve ezeknek a viszonyulásoknak a szembenállását. És akkor nézzük csak az isteni személyek tulajdonságait, ezek a proprietások. Tehát az minden egyes személynek ugye vannak saját tulajdonságai. Mi a tulajdonság? Az, ami csak az egyik személyhez tartozik, és megkülönbözteti a többi személytől. A tulajdonság lehet személyes, vagy személy alkotó tulajdonság.
Ez a három személy, ez a három személyalkotó viszonyulás. Az atyasság, a fiúság és a lehetség. Na most ugye a személyeknek mik a tulajdonságai? Az atyának az a tulajdonsága, hogy születetlen. Tehát az ő léte nem származik mástól, nem születik senkitől, az atya eredet nélküli kezdet. Tehát ugye ő a születetlen, az eredet nélküli. Ő a kiinduló pont a Szent Háromságon belül is. Igen, aztán ugye a születetlenség és a nemzés, az az atya tulajdonsága, a születettség és a nemzetség, tehát hogy nemzve van, úgymond, az a fiúnak a tulajdonsága, és a lehetség, az a Szentléleknek a saját tulajdonsága. És ez az, ami csak rá vonatkozik, és közölhetetlen, megoszthatatlan a többi személyekkel. Na most egy másik ilyen különös fogalom, az a Isten, három isteni személynek az egymásban levése. Ugye itt mindig két kísértésben volt a teológia, hogy vagy azt mondja, hogy három Istent vallunk, akkor adjuk fel ezt, hogy mi egy Isten hívők vagyunk. Ugye a muszlimok ezzel is vádolnak minket, hogy mi nem is vagyunk igazi monoteisták, mert hiszen három Istent vallunk, sőt, szerintük a harmadik személy az nem is a Szentlélek, hanem Szűz Mária. Tehát ilyen téves információval rendelkeznek rólunk. Na de minden esetre, szóval egyesek tényleg azt mondták, hogy akkor valljuk be töredelmesen, hogy igen, mi három Isten hívők vagyunk. De hát ez teljesen ellent mondana a Szentírásnak is, ellent mondana Jézus tanításának, ellent mondana a keresztény hagyománynak is. Mások pedig az a másik végletbe estek, hogy akkor mondjuk azt, hogy tulajdonképpen igen, egy Isten van, és hát ez a háromság, ez csak egy látszat háromság, ugye vagy három maszk, három szerep, három különböző feladatkör, vagy mondjuk azt, hogy tulajdonképpen csak az atya igazából Isten, a fiú az hát ilyen másodisten, ilyen félisten, ilyen örökbefogadott Isten. Olyan, hogy a görög mitológiában van, ugye, hogy egy ember fölemelnek is, isteni rangot kap, ugye, megtiszteltetésül, ilyen címzetes Isten, vagy tiszteletbeli Isten. Hát szóval, ugye ezek lennének az ariánusok, akik a fiú istenségét tagadják. Aztán a Szentlélek az pedig, hát mondjuk, hogy egy ilyen harmadosztályú Isten, ők a makedoniánusok. Ugye ezek miatt kellett összehívni az első meg a második egyetemes zsinatot, hogy ezt tisztázzák. Tehát nekünk egyszerre kell vallani, hogy egy Isten van, és azt, hogy ebben az egy Istenben három valóságosan különböző isteni személy van, akik három önálló személy, de mégis egyetlen egy Isten. Hát ugye, hogy ezt az egységet jobban megtámasszuk, ezért született a személyek egymásban levése fogalma. Ezt úgy mondják, hogy perihorézis görögül. Személyek egymásban levésbe, tehát a három isteni személy egymásban van. Hogy mondja az Úr Jézus az evangéliumban? Én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Tehát ugye, én is az atya egy vagyunk. Nem azt jelenti, hogy én is az atya ugyanaz a személy vagyunk. Nem ezt akartam mondani. Sokan félreértették ezt. Ma is félreértik. Nem. Ugye, mert világosan megkülönböztetett. Az atya küldött engem. De mégis én is az atya egy vagyunk. Az atya én bennem van, és én az atyában. Tehát ennek az egységnek az alapja az egy isteni lényeg. És Isten minden külső tevékenysége, bármit tesz az Isten, azt mindig a három személy együtt cselekszik. Tehát sohasem csinál semmit az Atya úgy, hogy ott ne legyen a fiú meg a Szentlélek, a fiú se tesz semmit az Atya és a Szentlélek nélkül, és a Szentlélek se tesz semmit az Atya és a fiú nélkül. Tehát minden, ami történik, ugye a világteremtés, azt mondjuk, hogy ki teremtette a világot? Az Atya. Nem csak. Ott volt a fiú is, meg a Szentlélek is, mint örök bölcsesség, mint örök értelem. Tehát a Szentháromság, a teljes Szentháromság teremtette a világot. Ki váltotta meg a világot? Azt mondjuk, hogy a fiú Isten. Igen ám, csak hogy hát ott volt azért az atyának a szándék, az atya szeretete, az atya küldte a fiú, és a Szentlélek erejében váltotta meg a fiú a világot. Tehát ezért mondja János evangéliuma, a fiú nem tehet magától semmit, csak azt, amit lát,
hogy az Atya cselekszik. Tehát az Atya csak azt teszi, amit a fiú csak azt teszi, amit az Atyától lát. Vagy azt mondja a János 14:10, az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit. Tehát valójában a fiúban is az Atya cselekszik, az Atya jelen van és az Atya cselekszik. Tehát ez is egy világos utalás arra, hogy ugye a fiú mindig magában hordja, és mindig vele együtt ott van az Atya és a Szentlélek is. A Szent Háromság mindig együtt van, átjárják egymást a személyek, egymásban léteznek, és egymástól elválaszthatatlanok. Aztán még egy ilyen különös fogalom, a kisajátítások, vagy tulajdonítások, vagy appropriációk. Tehát ugye, tehát a Szent Háromság közösen cselekszik minden, de a közös tulajdonságokat is tetteket egy-egy személynek tulajdonítjuk. Az Atya és a Szentlélek műve a megtestesülés, ugye? Tehát az Atya határozta el, hogy a fiú megtestesül, és a Szentlélek az, aki ugye Mária méhében létrehozza az ige emberségét. Tehát a megtestesülés az Atya és a Szentlélek műve. Vagy például a kegyelem közlését, amikor a szentségekben megkapjuk a kegyelmet, akkor ezt a Szentléleknek tulajdonítjuk. Tehát Isten szeretete, kegyelme kiárad a Szentlélek által, ezt a Szentléleknek tulajdonítjuk. Igen, vagy például a neveket is így kisajátít az Atya, ugye az Isten nevet kapja a Szentírásban, a fiú az Úr nevet kapja. Tehát amikor azt mondja a Új Szövetség, hogy Úr, Kyrios, akkor a fiúra gondol általában. Vagy például a isteni tulajdonságokat is így egyes személyeknek kötjük. Az Atyának a tulajdonsága az örökkévalóság. A fiú tulajdonsága a szépség, ő a logosz, ő a logika. Ő az értelem és a szépség, az ami ugye a világot átjárja. Vagy például a különböző tetteket is egyes személyekhez kötjük. Az Atya tulajdonsága az elhatározás. Ő határozta el, hogy megteremti a világot, hogy megváltja a világot. A fiú az, aki végrehajtotta az Atya örök tervét, és a Szentlélek az, aki beteljesíti majd a világ végén, ugye teljességhez vezeti. No, szóval aztán például a mi Isten tiszteletünk, a liturgiánk, ugye a római liturgia az mindig az Atyához szól, tehát az Atya a szentmisének a címzettje, az imádságunknak a címzettje a liturgiában, de mindig Jézus Krisztus a fiú által imádkozunk a Szentlélekben. Tehát itt is ugye mindig a fiú a közvetítő, és a Szentlélek az, aki ugye hát az egész kapcsolatot megvalósítja. Tehát, hogy ugye értjük, hogy bár minden közösen művel a Szent Háromság, mégis a Biblia szóhasználata alapján, a keresztény hagyomány alapján bizonyos tetteket, elnevezéseket, bizonyos ugye tevékenységeket az egyes személyekhez kötjük. De ez nem azt jelenti, hogy a többi személynek semmi köze hozzá. Mindenben, mind a három személy részt vesz. Teljes összhang és ellentét, és mindenfajta különválasztás és különállás nélkül egységesen cselekszenek. És aztán most már a isteni küldések, vagyis missziók, tehát ugye mi a küldés? A küldő és a küldött közötti viszony, ez a küldés. A küldött és a küldés, tehát a küldés vagy misszió lehet kétfajta, vagy a küldő és a küldött közötti viszony. Tudnilik, hogy én vagyok a küldőnek a küldöttje. Vagy pedig a küldött és a küldetés célja közötti viszony. Tehát ugye az a küldetésem, mondja Jézus, hogy megváltsam a világot. Például ez is egy küldés. A küldés tulajdonképpen nem azt jelenti, ugye amikor például elküldi az Atya a Szent Lelket a világba. Ez nem azt jelenti, hogy addig nem volt jelen a világban a Szentlélek, csak most kezd jelen lenni, hanem annyit jelent, hogy az Isten jelenlét új formája valósul meg a teremtett világban. Új módon lesz jelen a Szentlélek a világban.
Vagy ugye, amikor Jézus emberi lesz, megtestesül, megszületik a világra. Ez nem azt jelenti, hogy eddig a második isteni személy nem volt jelen a világban. Ugye az egyházatják például azt mondják, hogy az, aki megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban, ez a fiú volt, a második isteni személy volt. Csak nem mutatkozott be ilyen módon, mert hát ugye teljes zavarba ejtette volna szegény Mózest, hogy akkor most mégiscsak több istenhívők vagyunk, akkor miben különbözünk az egyiptomiaktól, ugye? Nem. Tehát jelen volt a Ószövetségben is a fiú, csak most, amikor emberi lesz, más módon lesz jelen. Egy egészen új módon lép be a világba. Sőt, azt mondja 16. Benedek, hogy az Úr Jézus szólt ott a... Igen, igen, igen. Igen, persze. Majd új ideje rajta nem elkezdem. Vagy például ugye ki beszélt a prófétákból, kinek az erejében prófétáltak a Szentlélek erejében. Tehát a Szentlélek már a prófétákban is működött, de pünkösd óta egy egészen új módon van jelen. Tehát ugyanúgy, ahogy például mondjuk a szentségeknél is van ilyen, hogy minek kell a bérmálását. Nem megkapjuk a Szent Lelket már a keresztségkor is? De igen, csak hogy a bérmálásban más módon és más célból kapjuk meg. Tehát más hatásai lesznek a Szentléleknek, de ugyanaz a Szentlélek már korábban is jelen volt, csak más-más módon cselekedett. Szóval ezek mind olyan dolgokkal dadogunk, próbálunk valamit kimondani, de még mindig érezzük, hogy csak a peremét ugye kapirgáljuk, de messze maradunk a teljes igazságnak a megértésétől. No, szóval ugye az Atya küld, ezek az isteni küldetések, az Atya küldi a fiút, de őt nem küldött, őt senki nem küldi. Tehát ő az, aki küld. Ő küldi a fiút és a Szent Lelket is. A fiú küldi a Szent Lelket, de ő is küldött, hiszen az Atya őt küldi a világba. A Szentlélek pedig küldött, de ő nem küld. Tehát az Atya vagy a fiú küld, a lélek az csak ugye küldött. Ő az, akit küldenek, az Atya és a fiú. Az Atya küldi a fiút, és az Atya és a fiú együtt küldik a lelket. Ez a küldés látható, ugye a megtestesüléskor ugye látható a fiú küldése, vagy pünköskor látható volt a Szentlélek elküldése, a tüzes nyelvek és a szélvész által, és a nyelveken beszélés által. De van egy láthatatlan küldés is, amikor ugye a megszentelő kegyelem által a szívünkbe küldetik a Szentlélek. Tehát az Atya és a fiú küldik a Szent Lelket, ami lelkünkbe, ez a láthatatlan küldés. Igen, ezt szoktuk mondani karácsonykor, hogy valójában hármas születést ünneplünk, ugye, hogy egyrészt öröktől fogva születik a fiú az atyától, anya nélkül, aztán van egy időbeli küldetés vagy születés, amikor az időbe születik látható módon, anyától apa nélkül, és utána van egy kegyelmi láthatatlan születés, amikor a lelkünkbe születik láthatatlanul a kegyelem által, a megszentelő kegyelem által. No, szóval hát ezek az isteni küldetések. És ugye hát mindez miért fontos, ugye? Tehát nagyjából ez most úgy Dióhéjban a Szentháromság tannak a legfontosabb témái voltak. Látjuk, hogy ez nagyon-nagyon kemény filozófia. De tulajdonképpen arra szolgált ez a filozófia, hogy megértsük azokat az adatokat, amiket az evangéliumban olvasunk a három isteni szeméről. Ugye borzasztó nehéz ezt úgy összerakni, hogy ne szenvedjen se a egysége az Istennek, sem a személyek háromsága, és hát ezért az egyház legnagyobb szentjei, koponyái több száz éven át ugye ezen mordíroztak, és a zsinatokon próbálták a legjobb megfogalmazást megtalálni. Ugye az egyik legrégebbi egyházi megfogalmazás, ez az apostoli hitvallás, amit az elején imádkoztunk. Ez ugye Rómában született, és a keresztségkor alkalmazták. Tehát a kereszteléskor szóban átadták ezt a hitvallást, és szóba vissza kellett mondani. Szóval ez volt a keresztségi hitvallás. Aztán ugye egy kicsit bővebb az, ami az első níceai zsinaton született 325-ben,
az ugye a fiú istenségével foglalkozik, mert az ariánus tévtanítást meg kellett cáfolni. Ugye ott születtek ezek a kemény kijelentések, hogy született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, vagyis ő maga is Isten, ugyanannak az isteni lényegnek a részese, és minden általa lett. Tehát ugye, hogy valójában az atya általa teremti a világot. Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől, tehát ezt kellett hangsúlyozni. És aztán ugye a hiszek egynek a záró része, a Szentlélekről szóló rész, az ugye a konstantinápolyi zsinaton született, a második egyetemes zsinaton 381-ben, amikor a makedoniánus eretnekség ellen meg kellett erősíteni, hogy a Szentlélek is Isten. Tehát ugye, hogy hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Tehát nem tudnánk épp úgy imádni, hogyha ő maga is nem lenne Isten. Tehát megerősíti a Szentlélek istenségét. És aztán még egy nagyon-nagyon szép hitvallásunk van, ezt úgy hívják, hogy Atanász, Szent Atanász féle hitvallás. Akinek van éneklő egyháza, vagy akár internet hozzáférése is, az megtalálhatja a Szent Atanász féle hitvallást. Nagyon hosszú, első olvasása bonyolult, de az egyik leggyönyörűbb kifejtése a Szent Háromság titkának, és annak is, hogy amiről majd később szó lesz, hogy Jézus Krisztusban hogy van egyszerre jelen az Isten és az emberi természet, hogy hogyan valljuk egyszerre Jézust valóságos Istennek és valóságos embernek. Ezt is szépen kifejti. Nem Szent Atanász, a 4. századi keleti egyházatja írta, hiába az ő nevét viseli, mert ugye kifejezetten nyugati témákat érint, tehát ez nyugati teológusnak a műve, nem tudjuk a pontos nevét, minden esetre egy nagyon ősi és a hagyományos zsolozsmában jelenlevő hitvallás. Tehát ez csak a zsolozsmában szerepelt a reggeli, az úgynevezett prima ima órában. És hát ugye még egyszer az, hogy ez most miért fontos tudni, hát ugye az, hogy az ember az hogyan van az, hogy mindnyájan egyén, tehát személyek vagyunk, önálló, közölhetetlen, utánozhatatlan, egyedi személyek vagyunk, és mégis olyan személyek, akik nem tudnak más személyek nélkül létezni. Ugye, tehát ez az egység és a sokaság, az egység és a különbözőség, ami az emberi társadalmat, az emberi létet jellemzi, ez is tulajdonképpen azért van, mert hogy mi a Szent Háromság képére vagyunk teremtve. Ugye, a fiú nem létezne, hogyha az atya nem szülné őt öröktől fogva. Szentlélek nem lenne, hogyha öröktől fogva nem lehelni az atya és a fiú. Hát ugyanúgy ugye az ember se lenne személy, nem létezne, hogyha mondjuk valaki, jó esetben mondjuk édesanyánk, a születésünkkor nem szólított volna meg, mint személy. Nem úgy viszonyult volna hozzánk, hogy személyként kezel, és személyes kapcsolatba lép velünk. Tehát olyan, ami a Maugli a farkasok között című regényben van, hogy kidobnak egy emberi csecsemőt az állatok közé, és ott az állatok ugye, hát gondoskodnak róla, ez biztos, hogy a valóságban nem működne. Tehát egy farkas nőstény nem tudna egy emberi lényt fölnevelni, hogy abból normális emberi személy legyen. Tehát csak egy másik személy tud szemét fölnevelni. Tehát csak egymással, egy közösségben lehetünk mi személyek, lehetünk önmagunk. Tehát az emberi természetnek is ez a része, hogy egyszerre van a különböző, a különállóság, az önállóság, az utánozhatatlan egyéniség és a közösség. És ez pontosan azért van, mert a Szent Háromság egy Isten így teremtett minket, ezt nyomta bele a lelkünkbe. Szóval az egyháznak is az egysége és a különbözősége, ugye ez is a Szent Háromság titkának a földi másolata. És hát ugye a Szent Háromságnak köszönhetően értjük például ezeket a dolgokat is, amiket ugye szóval az Úr Jézus tanított, hogy én is az Atya egy vagyunk például. Ugye, de ugyanakkor azt mondja, hogy az Atya nagyobb nála.
Na most hát akkor melyik az igaz, ugye? Nagyon sokan ezt ellentétesnek érzik. Hát az Atya nagyobb nálam, mert emberség, mert Jézus embersége szerint kisebb az Atyánál, de istenségében egy az Atyával, és mégis ugye azt mondja, hogy az Atya küldött engem. Tehát én azt cselekszem, amit Atyámnál láttam. Tehát megkülönbözteti önmagát az Atyától. Vagy például az egyik leggyönyörűbb megjelenése a Szent Háromság titkának a Jordán folyónál, amikor ugye Jézus megkeresztelkedik, hogy teljesen világos, ugye három különböző személy van. Ugye a fiú, aki emberi formában megmerül a Jordán vizében, az Atya hangja, aki őt fiának vallja, hogy ez az te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, és ugyanakkor ott van a Szentlélek egy külön megjelenési formában, aki ugye leszáll a fiúra. Tehát egyszerre van jelen a három személy, és mégis valahogy teljesen világos, hogy a három az egybe tartozik. Szóval ezek ilyen dolgok, amik a legkifejezettebb, explicitebb, szó szerintébb idézet, ugye, amikor Jézus Krisztus az egyik utolsó tanításában, ugye a búcsúzáskor az Olajfák hegyén, ugye milyen parancsot ad, a missziós parancsot, hogy menjetek az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát ez a formula, ez ugye Jézustól származik, és az, hogy ő maga a három isteni személyt egymás mellé teszi, tehát egyiket se rendeli alá a másikhoz, a hármat teljesen egy szinten, egy rangban, egy méltóságban, párhuzamosan említi, ez teljesen világos, ugye, hogy egyik se nagyobb, egyik se kisebb, egyik se volt előbb, egyik se volt utána, egyik sincs alárendelve a másiknak, mind a három egyformán, ugye isteni személy, önálló isteni személy, ugyanazon a méltósága mind a háromnak, és mégis a közös természet, a közös isteni lényeg által, ugye egyetlen Istenben hiszünk, egyetlen Isten vallunk. És hát ez az a tanítás, ami ugye minket megkülönböztet minden más egyisten hívőtől, a zsidóktól, a muszlimoktól is, tehát ez a legspecifikusabb, legmélyebb, legalapvetőbb keresztény tanítás, ami ugye hát minden más hitigazságot meghatároz, tehát egyetlen egy hitigazság se volna igazán érthető, anélkül, hogy a Szent Háromságot ne vallanánk és ne hinnénk. Mert majd itt később szó lesz a teremtés, Teremtő Istenről, szó lesz Jézus személyéről, Jézus megtestesülésről, a megváltás művéről. Ez mind teljesen érthetetlen volna, egy nagy zagyvaság volna, hogyha nem értenénk és nem vallanánk a Szent Háromság titkát, hogy ki az, aki az egészet elindította, ki az, aki emberré lett értünk, ki az, aki megváltott minket, ki az, aki kiárad a szívünkbe, aki megszentel minket, ezt a Szent Háromság tanításából tudjuk meg. Ugye hát én mára ennyit gondoltam, tehát Dióhéjban a Szent Háromságról, és akkor majd, hogyha Isten is úgy akar, és a körülmények is megengedik, akkor a következő hónapban már a Teremtő Istenről lesz szó, és a teremtésnek a művéről, illetve hogy hogyan tekint a keresztény teológia a teremtett világra és az emberre, mint a teremtés koronájára. Úgyhogy köszönöm szépen!